ebben az iskolában testnevelést tanítok. Az egyiki videóban Anett nénitől és Bogi nénitől számtalan új dolgot tanulhattatok már, ma pedig a mozgásé lesz a főszerep. Két kis segítőmmel, Izával és Lottival labdás gyakorlatokat fogunk bemutatni nektek. Tegyétek apukátokhoz a labdát, és kurítsátok fel a testeteken végig egészen a nyakatokig, föl, le, folyamatosan. Nagyon ügyesek vagytok. Na, még egyszer. Jó. Álljatok nagy terpeszállásba, és kurítsátok 8-as alapba a lábatok körül a labdát jobbra is, balra is. Elég. Ügyesek voltatok. A gurítás után dobással fogunk foglalkozni. Az első feladat, dobjátok a labdát magasra, majd kapjátok el. Az se baj, ha elgurul. Mehet. Azaz, bátran. Nagyon jó. A következő feladatnál pedig megpróbáljuk, hogyha földobjuk a labdát, tapsoljunk gyorsan egyet, majd úgy kapjuk el. Mehet. Nagyon ügyesek vagyok. Azaz. És akár megpróbálhatok kettő tapsot is. Nagyon ügyesek vagytok. A gurítás és a dobás után most labdapattogtatás következik. Először két kézzel pattogtassátok a labdát. Mehet. Nagyon ügyesek vagytok. Most jobb kézzel. Nagyon jó. Fogjátok meg. És most pedig próbáljuk meg bal kézzel is. Jó. Ha otthon anyu és apu nem engedi meg, hogy labdázzatok, keressetek egy zoknit, csavarjátok össze, és dobáljátok azt. Játszhatjátok azt is, hogy egy labort elhelyeztek a szoba sarkába, és minél messzebbről megpróbáltok beletalálni. Jó szórakozást hozzá! Kedves szülők! Az óvodás és kisiskolás korban számolni kell azzal, hogy a labda tulajdonságából adódóan nem minden kisgyerek kezében fog engedelmeskedni. Éppen ezért számos lehetőséget kell biztosítani a labdázásra, hogy kialakuljon a labda mozgását irányító készsége, a motorikus képessége a sok gyakorlás eredményeként. A motorikus képességek fejlesztése, a mozgás rendezettsége, az írás és a tanulási feladatok szempontjából is nagyon fontos. A jövő héten újra találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!